Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy mikor fogják áttelepíteni az orosz atomfegyvereket Fehér Oroszországba. Végképp ellehetetlenítenék Donald Trumpot, miután szövetségi vádat is emeltek ellene. A lengyel kormányfő kijelentette a migráns kvótáról, hogy nem engednek a kényszerbetelepítésnek. Mintegy 7000 főt evakuáltak már Herson régióban a gátrobbantás miatt. Önök a június 9-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy mikor fogják áttelepíteni az orosz atomfegyvereket Fehér Oroszországba. Július 7-én, 8-án kezdődik meg az orosz atomfegyverek Fehér Oroszországba telepítése, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával pénteken Szocsiban folytatott megbeszélésén. Minden a terv szerint halad a legérzékenyebb kérdésekben, amelyekben önnel megállapodtunk. Mint tudja, július 7-én, 8-án befejezzük a megfelelő létesítmények előkészítését, és azonnal megkezdjük a vonatkozó fegyvertípusoknak az önök területén történő telepítésével kapcsolatos tevékenységet. Tehát minden a terv szerint halad, minden stabil, mondta az orosz elnök. Putyin a találkozó informális részéről készült felvételen elmondta, hogy a nap folyamán később szemtől szembe fog biztonsági kérdésekről tárgyalni Lukasenkával. Egészében véve a helyzet stabil, sőt azt mondanám, hogy jó. Ezen a területen magabiztosan működünk együtt, mondta az orosz elnök. Putyin március 25-én jelentette be azt, hogy Oroszország Fehér Oroszország kérésére taktikai nukleáris fegyvert telepít a köztársaságba, úgy, ahogyan azt az Egyesült Államok már régóta teszi szövetségesei területén. Az orosz államfő akkor azt mondta, hogy a tervek szerint július 1-én fejeződik be ezen fegyverek tárolására szolgáló létesítmények kiépítése Fehér Oroszországban. A TASZ orosz hírügynökség szerint Moszkva már átadta Minsknek az Iskander rakétarendszert, amely nukleáris fegyver hordozására is alkalmas lehet, és segítséget nyújtott abban, hogy fehér orosz repülőgépeket képessé tegyenek speciális lőszer szállítására. Végképpen ellehetetlenítnék Donald Trumpot. Vádat emeltek Donald Trump volt amerikai elnök ellen, amiért minősített iratokat tárolt otthonában. Ezt maga a politikus jelentette be. A volt elnök közlését megerősítette ügyvédje Alina Habba Fox News esti műsorában. Trump közösségi média oldalán a Truth Social felületén közölte, hogy a kormányzat értesítette ügyvédeit, miszerint megtörtént a szövetségi vádemelés. Tudatta, június 13-ára idézték be Miami szövetségi bíróságára. Ártatlan ember vagyok, írta a politikus, aki nehezményezte azt, hogy ellene vádat emeltek, miközben Joe Biden elnök korábbi irodáiban és ingatlanaiban 1850 doboznyi iratot találtak a hatóságok. Joe Biden de sajtótájékoztató megkérdezték a Donald Trump ellen zajló vizsgálatról, és arról, mennyire garantált az igazságügyi minisztérium függetlensége. Az elnök kijelentette. A garancia az, hogy ő egyszer sem mondta meg a minisztériumban dolgozóknak azt, hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek. Donald Trump ellen április elején már vádat emeltek New Yorkban egy másik ügyben, hallgatási pénzek kifizetése és üzleti adatok meghamisítása gyanújával. Ugyanakkor Biden szerint csak halandzsa, hogy megvesztegetési pénzt fogadott el Obama alelnökeként. Az amerikai elnök visszautasította a vádat, hogy megvesztegetési pénzt fogadott el alelnök korában. Joe Biden, Rishi Sunak brit kormányfővel tartott washingtoni sajtótájékoztatóján kérdezték az ügyről. Bident az FBI egyik meg nem nevezett informátorától származó 2020-as feljegyzés alapján vádolják a kongresszusi republikánusok azzal, hogy politikai intézkedésért cserébe pénzt fogadott el egy külfölditől. Nancy Mace, az Alsóházi Felügyeleti Bizottság republikánus tagja, újságíróknak azt mondta, megtekintette az FBI birtokában lévő iratot, amely, mint mondta, bizonyíték arra, hogy az Egyesült Államok hivatalban lévő elnöke eladta országát egy megvesztegetési cselekmény részeként. A politikus egyben sürgette a szöveg nyilvánosságra hozatalát. A lengyel kormányfő kijelentette a migráns kvótáról azt, hogy nem engedünk a kényszerbetelepítésnek. Morawiecki kijelentette, Lengyelország ellenzi azt, hogy embercsempészek diktálják az uniós szabályozásokat. Lengyelországban harsány reakciót váltott ki az uniós migrációs paktum elfogadása. Nem engedünk a kényszerbetelepítésnek, jelentette ki Morawiecki miniszterelnök, majd hozzátette.
Lengyelország ellenzi, hogy az embercsempészek diktálják az uniós szabályozásokat. Radoslav Fogel, a Szejm külügyi bizottságának az elnöke arról beszélt, hogy a szabályok kijátszása, a védő megakadályozása érdekében a döntést az Európai Unió belügyminisztereinek ülésén hozták meg, ahol nincsen szükség teljes konszenzusra. Ez is annak a példája, hogy az uniós intézmények technikai trükkökkel próbálják megkerülni a szuverén országok jogait, fogalmazott. Radoslav Fogel szerint konzervatívabb kormányokra van szükségünk Európában. Az Európai Parlament csütörtökön elfogadott egy új migrációs csomagot, amelynek többek között célja az illegális migráció megfékezése, valamint a bevándorlók unión belüli országhatárok közötti mozgásának visszaszorítása. A paktum kötelezővé teszi a menedékkérők átvételét, nem teljesítés esetén pedig komoly büntetést von maga után. A lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a migránsokkal kapcsolatos álláspontjuk változatlan. Igaz, szívvel fogadunk be menekültek millióit egy valódi katonai konfliktus idején. Ugyanilyen hatékonyságot és eredményességet mutattunk fel a keleti határon a migrációs válság kezelésében. Amíg a jog és igazságosság kormányon van Lengyelországban, nem engedjük azt, hogy embercsempészek diktálják az uniós szabályozások alakítását. Támogatjuk a határok lezárását, beleértve a déli határt is. Kormányunk támogatja a békét, a biztonságot és a józan észt. Ha bárki bele akarja kergetni magát a szocialista őrületbe, ám tegye meg, mi azonban biztosítjuk a lengyelek békéjét és biztonságát, fogalmazott Morawiecki. A lengyel miniszterelnök azt is kiemelte, korábban is kisebbségben voltak a menekültügyi kérdésekben, csak a csehek és a magyarok voltak egyező véleményen, mégis sikerült érvényt szerezni a közös álláspontnak. Beata Szildo, korábbi miniszterelnök úgy véli, a migrációs paktum számos olyan kérdést vet fel, amelyek kulcsfontosságok a tagállamok biztonsága és pénzügyi helyzete szempontjából, az ilyen döntéseket pedig mindig eddig a kormányfők hozták meg. Mint rávilágított, ezzel szemben a migrációs paktumot teljes egészében az Európai Tanácson kívül egy miniszteri ülésen fogadták el, ahol nincsen vétójog, és a minősített többség elve szerint történik a döntéshozatal. Lengyelország ellenzi az olyan uniós döntéshozatali irányultságot ilyen kérdésekben, amely nem teszi lehetővé a vétójogot. Sebastian Kaleta igazságügyi államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kvóta rendszert Lengyelország, Magyarország, Litvánia, Bulgária és Málta jóváhagyása nélkül fogadták el. Lengyelország azzal érvelt, hogy ezt a kérdést az EU csúcson kellene eldönteni, ahol vétójogunk van. Ez is annak a példája, hogy az uniós intézmények technikai trükkökkel próbálják megkerülni a szuverén országok jogait. Furcsa ilyen elhatározásra jutni egy olyan helyzetben, amikor Lengyelország több millió menekültet fogadott be. Nem a gazdasági migránsokról beszélek, hanem az Ukrajnából érkező valódi háborús menekültekről. Brüsszelben valahogy ezt teljesen figyelmen kívül hagyják, jegyezte meg Radoslav Fogel, aki egyértelmű választ vár az Európai Uniótól, hogy mi történne pontosan az áthelyezett migránsokkal. Mintegy 7000 főt evakuáltak már Herson régióban a gátrobbantás miatt. Elérte az 7000-et a Herson régió elárasztott településeiről evakuált emberek száma, közölte Vladimir Szaldo, Herson megye orosz ellenőrzés alatt álló részének megbízott kormányzója. Mindeközben az ukránok ellenőrzés alatt lévő területeken is zajlik az evakuáció. Most arra a Herson megye, Nova Kahovka, Oleszki és Holy Pristan városi körzeteinek elárasztott területeiről evakuáltak száma 7000 főre nőtt, köztük 178 gyermek és 62 mozgáskorlátozott személy van. Pillanatnyilag az összes kitelepített közül mintegy 1000 ember tartózkodik ideiglenes szálláshelyeken. A kormányzó szerint 62 embert szállítottak kórházba a kahovkai vízerőmű pusztulása nyomán. Ukrajna regionális kormányzója Oleksandr Produkin pedig közölte, hogy tegnapig bezárólag közel további 2000 főt menekítettek ki. Szálda a nap folyamán telefonon tárgyalt Vladimir Putyin orosz elnökkel a mentésről. A helyszínen a Kreml részéről Szergej Kirijenko, az elnök hivatal vezetőjének első helyettese irányította a munkálatokat. Vladimir Rogov, a több mint 70%-ban elcsatolt Zaporizzse megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának egyik tagja, fotóval illusztrált Telegram bejegyzésében közölte, hogy a kahovkai víztározó szélessége 150 méterrel csökkent. Ennyi volt, tehát ez az a nap mai adása. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm az egész heti figyelmüket, várom önöket a jövő héten is.
friss hírekkel, interjúkkal, elemzésekkel. Addig is szép estét és szép hétvégét kívánok, a viszonthallásra!